A múltban egy embernek nem sok problémája volt. Az a tudás, ami akkor volt egy embernek, az elég volt ahhoz, hogy azt a párfajta problémát megoldják. Tehát jellemzően például olyan, hogy párkapcsolati gondok nem voltak, mert ha lettek volna, akkor régen is váltak volna az emberek, és elenyésző volt az elválás. Tehát mondjuk 100 párkapcsolatból mondjuk, amelyik ugye házassággal kezdődött, körülbelül 1 volt az, amelyik elvált. 1. Max. 2. Érted? Na most az elenyésző. Tehát ami azt jelenti, hogy például nem szembesült valaki ilyen problémával, hogy ő szét fog menni és el fog válni. Világos ez? Akkor nem volt olyan, hogy most fölveszek hitelt, és akkor nem tudom törleszteni a hitelt, és akkor most mi lesz? Ilyen probléma se volt. Érted? És sok más egyéb dolog sem volt. Tehát most olyan problémákról beszélek, amit az emberek egyénileg hoznak létre, és egyénileg oldanak meg, vagy nem oldanak meg. Tehát az azt jelenti, hogy mi az, hogy egyénileg hoznak létre? Hát gondold végig, ha 2 ember összefűzi az életét, és utána elválnak, azt ők hozták létre mind a kettőt, nem? Azt is, hogy összefűzték az életüket is, meg azt is, hogy elváltak. Tehát ahhoz nem kellett, mit tudom én mondjuk, Amerika, hogy elváljanak, érted? Csak most mondtam valamit. Tehát nem kellett semmi, mit tudom én, olyan befolyás, amiről azt mondanák, hogy mi nem tehetünk róla, hogy úgy alakult, hogy szétmentünk. Hát ez egyet. Meg ha valaki fölvesz hitelt, és utána nem tudja fizetni, arról sem más tehet, hanem gyakorlatilag ő. Oké? Tehát, de csomó ilyen dolgot lehetne mondani, ami régen nem volt probléma. De, illetve nem sok dolgot lehetne mondani, mert igazából, ha az ember gondolkodik, milyen olyan problémák vannak még, ami régen nem volt. Tehát esetleg olyan, hogy a gyerek csinál ilyen valami dolgot, régen is volt ilyen, csak régen úgy kezelték a gyerekkel kapcsolatos problémát, hogy fiam vagy lányom, elköltöztél, onnantól kezdve a te életed, ha te nem tudod megoldani az életedet, az a te problémád. Azt régen így lekezelték a szülők. Nem vicc, komoly. Simán így lekezelték. Ha ugye volt több testvér, abból egy volt régebben, aki ott maradt a szülőkkel, az összes többi a szétspriccelt. És gyakorlatilag mindenki, aki szétspriccelt, az mindenki így lett elindítva, hogy nyilván kivételek voltak, de az megint körülbelül ugyanaz az elenyésző kivétel, mint a házasságok szétmenése esetén. Tehát a legtöbb szülő nem foglalkozott azzal, hogy a gyerekével mi lesz, oldja meg a gyereke az életét. Világos? Ez nem most arról beszélek. Most már van egy olyan probléma, hogy a gyereknek van egy problémája, akkor az a szülő problémája is. Nem? Tehát magyarul, de az nem a te problémád, legfeljebb abból a szempontból csak, hogy nevelted a gyerekedet. Abból a szempontból a te problémád. Tehát, hogyha ráismersz, jaj, most ugrott be ebben kapcsolatban. Tehát, magyarul, amikor te a felnőtt gyereked, tehát felnőtt gyerekekről van szó, a felnőtt gyereked problémáját átveszed. Aha, akkor azért veszed át, mert tudod, hogy te elbaltáztad a gyereked nevelését. Aha, most már értem. Értem. Mert ha nem tudnád, hogy nem baltáztad el, akkor nem vennéd fel. Világos? Tehát régen valószínűleg azért nem vették fel, mert ők nem baltázták el a gyerekeik nevelését. Oké? Mert ugye ami nem ingem, azt nem veszem magamra. Ami ingem, abban meg öltözködök. Oké? Tehát Jó, hát akkor most már ugye ezt értjük, ezt a kérdést, hogy miért veszik magukra a gyerekeik problémáját a szülők. Mert elszúrták a gyereknevelését. Jó, menjünk tovább. Mi olyan probléma van még, ami a jelen világban, amit az emberek létrehoznak, ami plusz ahhoz képest, ami régen volt? Gondolkozzatok. Hát én azt látom, hogy régen is volt olyan, hogy munkahelyi stressz. Figyelj, én a szocializmusban azt láttam, hogy akkor is volt munkahely, sőt, vidéken ugye a vidéki rokonoknál azt láttam, hogy ott is a legtöbb az, ha más nem a TS-ben dolgozott, de az is munkahely volt, és akkor is volt főnökük, akkor is lehetett beosztottjuk esetleg, akikkel gondok, bajok voltak, de valahogy mintha lazábban működött volna ez a dolog. De miért működött lazábban? Tehát a munkahelyi stressz miért működött lazábban? Hát most sokkal jobb állapotúak voltak, hát ilyen egyszerű. Hát figyeld, ha egy sokkal jobb állapotú embert éri egy stressz, mondhatjuk azt, hogy lepereg róla. Világos ez? Na most egy eleve olyan embert érinti a stressz, amelyik rossz állapotú, persze, hogy nem pereg le róla. Világos ez? Tehát nem mondanánk, hogy ez új dolog, mert ha erről beszélnénk az 50-es vagy 60-as években, akkor mondhatnánk, hogy új dolog, mert előtte ugye a lakosság nagy része az nem alkalmazottként élt, hanem vállalkozóként. De az 50-es, 60-as évektől beindult az alkalmazotti lét, és én már úgy voltam gyerek 60-70-es években, hogy azt láttam, hogy a szüleim is alkalmazottak, és az összes rokonom gyakorlatilag alkalmazott volt, kivétel nélkül, egy olyan rokonom se volt, aki vállalkozó lett volna. Oké? Tehát nem mondanám, hogy nekik másabb helyzetük volt, mint vagy a mostaniaknak másabb helyzetük volt lenne, mint akkor volt. Akkor is kellett dolgozni, most is kell dolgozni. Jó? Egy nagy különbség van, hogy sokkal jobb állapotúak voltak az emberek. Honnan tudom? Hát figyelj, nekem azt mondja, hogy 70 hánytól? 76 74-től volt magnóm, 74-től hordozható, ami azt jelenti, hogy hordoztam magammal, és apuval felvételeket csináltunk a családi összejövetelekről, és azok a felvételek még mindig megvannak, csak úgy mondanám, kazettás. Akkor még ugye az első ilyen magnóm Magyarországon az MK25 volt, ha valaki emlékszik rá. Oké? Na, olyan volt az első magnó, nem egy tartós készülék volt, elég hamar le kellett cserélni. Na mindegy, nem is az a lényeg, de lehetett vele felvételeket készíteni. Na most azért, mit a 74, az még azért nem mostanában volt. És 74-ben ugye a rokonok mindenki alkalmazott, és attól függetlenül tök jó állapotú, és a felvételek ott mindig olyan emberekről készült, amelyik hallani, hogy tök jó állapotúak, érted? És mondom, megvannak ezek a felvételek. Tehát 74-től végig csináltunk ilyen családi felvételeket egészen a 90-es évek elejéig, úgy durván 80-as évek végéig. És azok megvannak még mindig, és működik, azt mondták, hogy a kazettákra el fog tűnni. Nem tűnt el, még mindig ott vannak. Bár annak egy jó részét már digitalizáltuk. No, szóval a lényeg az, hogy gondold végig, tehát nem mondhatnánk, hogy a munkahely az különbség lenne. Akkor mi az, ami több probléma? Mi az, ami több probléma? Tehát nem az igény, tehát azt mondjuk, ami több probléma. Tehát ami a mai világban több probléma, amit te hoztál létre, tehát a családok hoznak létre, az emberek hoznak létre maguk, és több probléma. Ne olyat mondjál, amit nem te hozol létre, olyat, amit ti hoztok létre. Tehát te vagy a férjed, oké? Vagy a gyereked, ha még kiskorú. Hát nekem hirtelen nem jut eszembe több a hitel, nem? Meg mi volt a másik? Előtte mit mondtam? Ja, vállás, igen. Vállás, hitel. Idő az volt régen is, most is van. Tehát régen is be kellett osztani az időt, most is az, hogy rosszul csinálják, az egy dolog. De az, ami nem volt régen, és most az lett. Érted? Tehát olyat. Tehát gyakorlatilag, ha jobban végignézzük, nem sokkal több közvetlen problémánk van, mint ezelőtt 40-50 évvel. Oké? Tehát a hitel meg a vállások. Ez a kettő. Na most várjál, de jött egy következő, amit viszont nem te hozol létre. Tudod mi? Hát amit gyakorlatilag, na most ugye szó volt róla, hogy tudom, szomszéd problémája. Na most régen is voltak szomszédok. Érted? Régen is vagy foglalkoztak a szomszéddal, vagy le se sajnálták okay. A szomszédot, nem? Tehát abban sincs ugyanúgy különbség, mint mondjuk a munkahelyben. Tehát nincs. Tehát van találtunk két plusz dolgot, kettőt. Tehát a hiteleket, a hitelből származó problémát, meg találtunk ugye a vállásokból származó problémát. Az összes többi az nem tehát nem olyan, amit nem tudtak volna régen megoldani, jó, hogy most a jelenben nem oldják meg, az egy dolog, de ha régen meg tudták oldani, akkor gyakorlatilag most is meg tudnák oldani, nem? Ha nagyon akarnák. Persze nem tudják megoldani, mert rossz állapotúak, de ha jó állapotban lennének, meg tudnák oldani. Kiktől hallod a problémákat? Elsősorban. A szomszédtól? Nem. Honnan? A médiától. Éppen mondtad az imént, hogy telefon. De a telefonban média van, basszuskulcs. Nem? Tehát te nézed a telefont, nézed benne a problémákat, nézed a számítógéped, és azon interneten keresztül mész, ugye látod a problémákat. Bekapcsolod a tévét, az is nyomja a problémákat. Nem? Na most onnantól kezdve egy csomó problémát eléd raknak. Nem? De azt nem te hoztad létre azokat a problémákat. Tehát mit tudom én most, hogy Ausztráliában lezárták Sydney-t, azt te hoztad létre? Mi között hozzá? Ennyi se. Világos ez? Ha csak éppen nem Sydneybe szeretné utazni. Érted? De hát akkor azt mondod, hogy elhalasztod, kész, ennyi. Majd utazol akkor, mikor nem lesz probléma. Na, de egyébként hány embert érinthet az világban ez a Sydneynek a problémája? Hát az ott élőket, de azon kívül. Hát még pár ezret, vagy pár tízezret. És hány milliárdan vagyunk? És neked mi között hozzá? Semmi. Jó, vagy például nézzünk bármilyen mást, olyan dolgot. Érted? Most csak mondok egy egyszerű dolgot. Azt mondják, hogy meghaltak ennyien, mit tudom én, valamilyen vírus következtében. Te meghaltál? Nem. Akkor mi között hozzá? Mi között hozzá? Lényeg az, hogy gondold végig, mit érdekel az minket, hogy másnak milyen problémája van, ha az nem családtagod. Hát ha érdekel, hát az életed soha nem lesz normális. Soha. Érted? Te olyan problémákat is fölveszel, amihez ég adta világon semmi között nincs. Érted? Olyan problémákat is fölveszel. És minél több problémát fölveszel, annál ócskább életed lesz. Ennyi. Oké? Na most azt, hogy hogyan old meg ezeket a dolgokat, most nem mondom el. Jó? Miért nem mondom el? Mert az már módszer. Módszereket meg nem mondom. Na erre az előadásairól szokták mondani időnként, hogy milyen nagyképű ez a Szedlacsik. Miért nagy képűség az, hogyha az ember azzal foglalkozik, amihez köze van? Az miért nagy képűség? Hát ha az ember jól akarja élni az életét, akkor azzal kell foglalkozni, amihez köze van. És amihez nincs közed, az hagyd a francba. Érted? Hogyha például nekem elpanaszol valaki bármilyen problémát, rögtön tudom, hogy miért kapta a problémát. Mondjuk 3 percen belül. Érted? Na most régen ez persze nem így volt, ha valaki elpanaszolt egy problémát, akkor azt mondtam, hogy jaj szegény, elkezdtem sajnálni, a sajnálás az az együttérzés szintje, de lecsúsztam. Nem tudom, ha valakit sajnálsz, azzal rajta mennyit segítesz? Mire megy a sajnálatoddal? Mire megy az együttérzése? Jaj, hát én úgy együttérzek veled. Mire megy vele? Hát annyira ment, hogy neki kicsivel több lesz az energiája, neked meg kevesebb. Hát ennyire ment. Érted? Addig, ameddig együtt vagytok. Utána ezt visszazuhan arra a szintre, ami volt.